A vádirati tényállás szerint 2022-ben a két vádlott életvitelszerűen együtt lakott az áldozattal, utóbbi Tamásiban található tanyájában. A két férfi többször is bántalmazta a sértettet. Az egyik alkalommal 10 000 forinton vitatkoztak össze. Ekkor a két vádlott megverte a sértettet, aki komoly fejsérüléseket szenvedett. Az ügyben ezúttal szakértőket hallgattak meg. A Tolnamegyei Büntetésvégrehajtási Intézetben vizsgáltam. Ennek eredményeképpen megállapítható volt részére, hogy igen alacsony struktúrált átlag alatti gyengébb intellektuális képességgel jellemezhető személyiség, aki kötődéseiben, kapcsolataiban alacsony hőfokú jellemzőket mutat, igen gyenge belső érzelmi indulati szabályzással jellemezhető, elsődlegesen egy egocentrikus, narcisztikus személyiségstruktúra mutatkozik, melyben az agresszív indítékok a helyzetileg könnyen indukálódnak és magas feszültségi hőfokon nyerhetnek és nyernek kifejeződést. A sértettet másnap kórházba szállították. A férfi egy hónap múlva elhunyt. A vádlottak bántalmazása következtében elszenvedett fejsérülések és a halálos eredmény között közvetett okozati összefüggés állapítható meg. Az előzmények és a gondolat együttes értékelése alapján néhai halálának közvetlen oka a fejtörletben és tombaldozása okozta időt kemény urak alatti vérzés és parcúzódások alaján létrejött elhúzódó tudatzavar, következményes időgyulladás okozta légzés és keringési elégtelenség volt. Az ügyben nem született ítélet. Az esetet legközelebb március 19-én tárgyalják.